Az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és megvalósításáért felelős kormánybiztosi titkárság kezdeményezésére egy országos kiterjesztésű állatvédelmi témahetet hirdettek meg, óvodák, iskolák részére is. Ebbe a programba kapcsolódott be a mi óvodánk is. A kormánybiztosi titkárság honlapján közé tettek több olyan lehetőséget, programot, online anyagokat, amikből tudtunk szemezgetni. Van több olyan program is, amiben szintén örömmel kapcsolódtunk be. Az egyik az a tesétáltasd akció, ami gyakorlatilag azon túl, hogy az állatok számára ez egy kellemes időtöltés. Úgy gondoljuk, hogy a gyermekek számára is egyfajta alapokat adhat a felelős állattartáshoz, illetve olyan sokat hangoztatott, de nagyon is fontos a tolerancia, a türelem, a felelősségvállalás. És azt gondolom, hogy ha ezeket itt meg tudjuk alapozni már óvodáskorban, akkor ez a későbbiekben mindenkinek hasznos lehet. Megfülelkeztek kutyának. És a Dollinak hoztátok? Hát nagyon kedvesek, nézd már Dolly! Hát azt a mindenit, én elveszem helyette, mert ő nem tudja megfogni, jó? Nézd Dolly! Ó, hát ebben te sok finomság van. Másik ilyen program az a Te adományoz akció. Szoktunk élelmet gyűjteni a kiskumajsai állatbarátok számára. Rendszeresen kapcsolatot tartunk a kiskumajsi állatmenhelyel is. Rendszeres látogatója óvodáinknak a Kutyával egy mosolyért alapítvány egyik tagja, Szatmári Anett, illetve az ő terápiás kutyája Dolly. Folyamatosan tart kutyaterápiás foglalkozásokat. És nyáron, amikor nagyon-nagyon meleg volt, és ti pedig a strandon voltatok, akkor tudjátok, hogy mi az, ami nagyon kevés volt itt kint a erdőn mezőn. Hát az ivóvíz. És egész nyáron a Vanász bácsi ivóvizet hordtak ki a vadon élő állatoknak. Ő Zoltánnak hívnak, az Agrárminisztérium vadgazdálkodási főosztályának tájegységi főadászi körében dolgozom. A Közép-Bács Kicskonyi tájegység, ahol jelen pillanatban is vagyunk, Kiskomas és ebbe tartozik bele. A napsugáróda vezetősége felkért arra, hogy a itt lévő gyerekeknek mindkét tagintézményben tartsak előadást a vadon élő állatoknak a védelmével kapcsolatban, illetve házi kedvencekkel, hogyan védhetjük őket. Ezek a legegyszerűbb dolgok, amiből tudunk egy kis madárepetőt csinálni, és ilyen mindenkinek van otthon. Csinálunk rá ilyen pici kis lukacskát, és a kislányka meg tesz ide bele ilyen sok-sok szotyit, úgy tartsa, hogy tudjon beletenni. Mi te dobálj bele jó sokat, jó? Tele legyen. Csak nyugodtan, ami beletér. Ha hazamentek, akkor kértek anyukától, apukától egy ilyen üres flakont, egy üdítős flakont, és megmondjátok, hogy segítsenek nektek madárepetőt csinálni. És ott, ahol van az ablakotok, oda ki lehet függeszteni egy kis marék napraforgóval, és akkor szépen teszik meg a madarat.